Ismét összefogás segíti a pécsi turizmus élénkítését. Pécs nyitva 3.0 elnevezéssel a Baranyai megyeszékhely szolgáltatói várják a látogatókat a nyár folyamán. Erről tartottak sajtótájékoztatót a Zsolnai negyedben. Számos programmal készülnek az együttműködő felek. A kulturális cég például már az elmúlt hétvégén elindította programsorozatát a Zsolnai piknikkel, de már készülnek a Városi Gyereknapra és egy különleges kiállítás megnyitóra. Ezek mellett pedig a már megszokott rendezvényekre is ellátogathatnak az érdeklődők, mint a Sétatér Fesztivál és a Zsolnai Fényfesztivál. A kettő között pedig megint csak egy új programelem, a Sétatér mozi, amikor a Szent István téren piknikezve szabadtéri mozit tekinthetnek meg a pécsiek és a városon túlról érkezők. Új programsorozatot indítunk be a belvárosban is, a Hild Garden nevű programsorozatunkat, ahol június-júliusban tekintetnek meg kis koncerteket a hangulatos Hild udvarban. Ezúttal is a családok állnak a középpontban a Pécs nyitva program keretein belül, így egyebek mellett a Szamárfül Fesztivált is megrendezik a kulturális negyedben, de a Janus Pannonius Múzeum is készül izgalmas eseményekkel. Elsőként a Régészek napjára várják a látogatókat, de a Múzeum utca plusz elnevezésű rendezvényt is megszervezik. Egy új kiállítással is készülnek a szervezők, amelynek megnyitóját a Covid miatt már kétszer is elhalasztották. A lüszterlepkék és mázmadarak, ez a Zsolnai család japán iparművészeti gyűjteménye és a Zsolnai japanizáló kerámiák kiállítása lesz, mindenféle nagyon izgalmas kísérő programokkal. Ilyen lesz például a kaligráfia készítés és mindenféle egyéb Japánhoz kapcsolható program. A múzeumok éjszakája alkalmából pedig 10 helyszínen kínálnak majd programokat. Összművészeti eseményekre várják a látogatókat, irodalom, zene, kiállítás, előadások és szubjektív tárlatvezetések közül is válogathatnak az érdeklődők. A kulturális és közösségi programok egészen őszig tartanak a Baranyai megyeszékhelyen.